Február 15-ig jelentkezhetnek a most végzős tanulók az érettségi vizsgákra, illetve a felsőoktatási intézményekbe is eddig a határidőig adhatják be a pályázatukat. Emellett a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum is több lehetőséget kínál azoknak a fiataloknak, akik a szakképzésben képzelik el a jövőjüket. A Vármegye 6 városában és 8 iskolájában gyakorlatilag a teljes palettát tudják nekik kínálni lehetőségként. Összesen 16 ágazatban és 40 szakmai kimenettel tudunk nekik lehetőségeket kínálni. Egyrészt a szakképzőiskolai képzéseinket, másrészt a technikumi képzéseiket tudjuk nekik ajánlani nagy szeretettel. Ami közös ezekben a képzésekben, hogy nappali rendszerben tudják tanulni a diákok 2 év időszak alatt, és ezek a képzések teljesen díjmentesek, hiszen ma Magyarországon 2 szakma és 1 szakképesítés mindenki számára ingyenes. Ami további előnyt jelent a képzésekkel kapcsolatban, hogy ösztöndíjat kaphatnak, majd mikor a duális szakaszba lépnek, akkor ez szakképzési munkabér fogja fölváltani. Hogyha sikeres szakmai vizsgát tesznek, akkor pályakezdési támogatásban is részesülhetnek, ennek az összege pedig akár 300 000 forint is lehet a mai áron számolva. Azt gondolom, hogy korrekt az ajánlatunk, annál is inkább korrekt, hiszen ezek a szakmák, amiket választhatnak nálunk, ezek mind a régióban keresett szakmák, a munkaerőpiac igényli ezeket a szakmákat, tehát van lehetőségük elhelyezkedni. Ha tájékozódni szeretnének, akkor a TMSC honlapját tudom ajánlani, illetve az összes iskolánk honlapja tartalmazza a jelentkezési lehetőségeket és feltételeket. De személyesen az iskolákba bekopogtatva is fognak a kollégáim segíteni. A főigazgató hozzátette, hogy azok, akik technikumi minősítést szereznek, ők a felsőoktatásban is előnyben részesülnek, hiszen ezért plusz felvételi pontokat kapnak. Ezeket a plusz pontokat pedig a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apáczai Csere János technikumában is megszerezhetik majd az érettségi után tovább tanulni vágyók. Amiket tervezünk indítani, ez mindegyik technikumi képzés, mert hagyományosan régóta együttműködve a MÁV-val indítjuk a vasúti járműszerelő technikus képzésünket, illetve a vasútforgalmi szolgálattevő technikus képzést. Szintén régóta van már nálunk logisztikai technikus képzés. A gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül indítani tervezzük a vállalkozási ügyviteli ügyintéző, illetve a pénzügyi számviteli ügyintéző képzésünket. A régi pedagógia utóda, ami átkerült nemrég a technikumi rendszerbe, az oktatási szakaszisztens képzés, tehát aki ilyen irányultságú, őt ide vágyjuk szeretettel. Az informatika iránt érdeklődőknek a szoftverfejlesztő és tesztelő technikus képzésünket tudjuk ajánlani, illetve a kereskedelmi iránt érdeklődőknek pedig a kereskedő és webáruházi technikus képzést. Amit ezekről tudni kell összességében, mint ahogy említettem, mindegyik technikusi képzés, ugyanaz vonatkozik rájuk, mint az 5 éves képzések, de ezek 2 év alatt elvégezhetőek, ami azt jelenti, hogy adnak egy nagyon jó piacképes szakmát, és ingyenesek. Azon felül, hogy ingyenesek, azon felül ugyanúgy kapnak ösztöndíjat nálunk tanulók, illetve szakképzési munkaszerződéssel a későbbiekben duális képzésben vesznek részt, akkor pedig munkabért kapnak, ami legalább 100 000 forint. És még azt is megemlíteném, hogy a képzés elvégzésekor egy egyszeri pályakezdési támogatást is kapnak a diákok, ez egy akár 300 000 forintos összeget is jelenthet. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Dombovári iskolájának érettségi utáni képzéseire többek között az intézmény titkárságán is lehet jelentkezni. Történhet személyesen, vagy pedig, hogyha beküldik hozzánk a jelentkezési lapot, az interneten, a weboldalunkon ez megtalálható, hogyha kitöltik és beküldik kitöltve, akkor természetesen azt is el tudjuk fogadni. Annyi a kérésünk, hogy ezt minél előbb tegyük meg, vagy tegyék meg, hogy láthassuk, hogy milyen létszámmal tudunk tervezni a következő tanévre. Szeptembertől indulnak a képzéseink. A technikumok egyenes utat kínálhatnak a felsőoktatásba, de aki mielőbb munkába állna, hamar keresett, jól fizető szakmát szerezhet a 2 éves képzés után.